Dido és a Whiteflag a Neo FM-en. Eddig úgy tudtam, hogy a gyümölcs szénhidrát tartalma miatt azért nem annyira segíti a diétát, az olajos magvakról nem is beszélve. De most olvasom, hogy a Harvard kutatói 20 éven át követték több mint 120 ezer ember étkezési szokásait, azért ez elég nagy minta, és ebből az derült ki, hogy akik növelték a magas kóstartalmú ételek, mint az olajos magvak, gyümölcsök, zöldségfélék, nyilván is a teljes kiürülésű gabonák fogyasztását, hosszú távon fogytak. A hangsúly persze az időben már megint, vagyis 20 napos diétát nem érdemes mogyoróval meg barackkal tervezni, de ha hónapokra vagy inkább évekre elfelejted az egyéb szénhidrátokat, akkor állítólag működik. Itt viszont már hétvégén is nyugodás váltja fel a délutáni fagyizást.